Következő vendégünk Naszájdos Péter közgazdás stratégiai tanácsadó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tulajdonképpen most egy olyan kérdést próbálunk feszegetni a következő 8-10 percben, amit majdhogy nem minden évben feltesztek. Kérdés az, hogy éppen ki teszi fel, vagy éppen miért teszi fel. Ugye ez a klasszikus kérdés, hogyha Orbán Viktor nem lenne, akkor ki lehetne ugye mondjuk az utódja. De most egy milyen korszakot, milyen évet nézzünk, 2018 után beszélünk nyilván. Igen, 2018 után beszélünk. Ugye sokan mondták azt, hogy ez nem aktuális. És maga nem is a kérdés az aktuális, hanem annak a megnézése, hogy milyen erőviszonyok alakultak ki a jobb oldalon belül, vagy a Fideszen belül a nép számára. Tehát általában a politika az belső harcok, másik részről valódi népszerűségről szól, és arra voltunk kíváncsiak, hogy hogy látják az emberek, tehát milyen erőt látnak, ki tudja követni Orbán Viktort. Ennek két érdekes része van, az egyik ugye a jobb oldalon két párt van, a Fidesz-KDNP és a Jobbik, tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy Vona Gábornak a középre húzódása, gesztusok a bal oldal felé eredményezik-e azt, hogy ő lehet a jobb oldal következő vezetője, valamint a Fidesz-KDNP-n belül milyen erőviszonyok vannak, és nem csak erre voltunk kíváncsiak, hanem ezeket a személyeket miért követik, vagy milyen értékrendű, valós félt értékrendű emberek. Tegyük azt is hozzá, ez egy gyorsan, Péter, hogy tulajdonképpen ez egy reprezentatív felmérés volt, tehát nem az, hogy a hasukra ütöttek fel itt a pár embert, hanem ezt 1000 fő mintájában kérdezték meg, ugye? Igen, a Sondafón mérte le megrendelésre. Értem. Ugye itt is van egyébként a felmérésnek a grafikonja. Na nézzük azt először, hogy tulajdonképpen Orbán Viktornak a támogatottsága, illetve az, hogy ki lehetne az ő utódja, mondjuk a Fidesz és a jobboldali, tehát a Fidesz-KDNP-n belül mekkora szeletet képes kihasítani. Tehát magának Orbán Viktoré, mert ugye ez nem volt föltéve, ez a kérdés önmaga. Tehát maga Orbán Viktor a Fidesz-KDNP, hogyha így nézzük. Tehát aki a Fidesz-KDNP-re szavaz, az Orbán Viktorba látja a jobb oldal vezetőjét. És hogyha ő nem lenne, hogy... És hogyha ő nem lenne, akkor milyen személyek vannak? Tehát Orbán Viktor maga nem is volt föltéve ebbe a kérdésbe. És végül is a Fidesz-KDNP-s politikusokon belül Lázár János lett még győztes. Ő a győztes. Aki persze hozzátehetjük egyébként, hogy ilyen, nem ilyen, de mondjuk ehhez hasonló felmérés volt 2016-ban, 2015-ben, és valahogy Lázár János mindig ott van az élbolyban. Tehát igen, ő ilyen elmozdíthatatlan, ugye, akit aspiránsként kik voltak még, ugye itt látunk azért jó pár nevet, említhetjük is őket. Hát amit a korábbi kutatásokra hozzátenném, hogy volt a kutatásnak egy előszűrése, és még korábban, a korábbi években még Rogán Antal és Szijjártó Péter ott voltak, tehát kvázi volt akkor még egy verseny, tehát nem volt ennyire egyértelmű Lázár Jánosnak az első helye. Hogyha megnézzük, akkor volt Lázár János, Rogán Antal, Szijjártó Péter, Varga Mihály, de mind a kettő megelőzte Varga Mihályt. Ahhoz képest az elmúlt egy másfél évben ennek a két személynek, ez lehet a média, lehet egyéb dolgoknak a hatására, teljesen bezuhant a népszerűsége. Tehát igazából most már Rogán Antal annyira eltűnt, vagy a támogatottság így a jelen felmérés szerint annyira elolvadt, hogy erre a listára már nem is kerülhetett fel. Így van, mert hogy volt egy százalék, amit el kellett volna érni, ez mennyi volt egyébként? Hát az előkutatásnál igen, 2% volt, amit megnéztünk, és ennél már csak ezt a szűkített listát néztük meg. Annak az okát önök keresték egyébként, hogy mondjuk egy Rogán Antal miért tűnt el? Hát nem. Nem. Csak igazából ugye már azért kérdezem, hogy érdekes módon viszont, aki kevésbé exponálta magát az elmúlt időszakban, Navracsics Tibor. Igen, és mégis ugye fönt van, igaz, 2,9%-kal, de ott van. Ez két érdekes dolgot vett föl. Ugye a kutatásnak az alapja a valós és a vélt értékeknek a mérése volt. És Navracsics Tibor azért tudott bekerülni, mert a Fidesz-KDNP-n vagy a jobb oldalon belül van egy olyan közeg, aki kifejezetten azt a politikát, azt a
vegyük az kezdeti polgári körös politikát támogatja, amit Navracsics Tibor. Tehát mindenütt lehetett látni, hogy Lázár Jánost főleg azok támogatják, akiknek az engedelmesség és tisztelet, konzervatív értékek fontosak. Varga Mihályba azok látják, akik a demokrácia fontos, Vona Gábornál hasonlóan főleg jobboldali témák inkább, és Navracsics Tibornál viszont az eredeti polgári körös valós értékek jöttek ki, ebből jött ki neki a 2,9%. A másik érdekes dolog pedig az volt, hogy a kutatás a jobboldali tábort három részre bontotta, ezek vélt értékek, tehát hogy az emberek mit gondolnak magukról. Ez három kategóriába sorolható jobboldali, tehát kifejezetten jobboldali, konzervatív és polgári, akár így is lehet menni szélsőségekbe. És még a jobboldaliak között Lázár János, az ismeretlen polgári és Vona Gábor szinte egyformák, tehát 19%-ot tudtak elérni, akik kifejezetten jobboldalinak nevezik magukat. Addig Vona Gábornak a csökkenése vagy gyengesége azt okozta, hogy a polgári és a konzervatív szavazóknál szinte alig volt támogatója. Tehát ő már onnan támogatókat nem tudott nem elhozni. Tudott szerezni. Míg mondjuk a többiek a jobbik részéről, vagy a jobbik táborából tudtak ezek szerint akkor plusz így szavazatokat van, hozni. Tehát két részre bontottuk, vagy két részt néztünk meg. Egyik részről, hogy milyen pártok támogatják ezeket az embereket. Ott kijött, hogy a jobbikból már csak 34,3% látja Vona Gáborból, hogy ő lesz a jobb oldal következő vezetője. És nagy részt az ismeretlen polgárit jelölték, hogy egy ismeretlen polgári lesz a következő vezető, és Lázár Jánosnak igazság szerint az ereje abból is adódik, hogy a jobbik szavazóin belül egy 15%-nak szimpatikus Lázár János politikája. Van még pont egy percünk, Botka Lászlót mérték? És az ő szerepét? Igen. Igen, ez volt a kutatásnak egy második része, ami a baloldali miniszterelnök jelöltet és az összefogásnak a legyen vagy ne legyen, vagy van-e egyáltalán értelme. Itt ugyanúgy kijött, hogy a balliberális oldalon Botka László az egyetlen olyan személy, aki belátják a miniszterelnök jelöltet. Akik Gyurcsány Ferenc hívei, azok főleg Dobrev Klárát és Majtényi Lászlót választották ezután, de valójában egyik sem volt olyan szinten mérhető. Tehát a társadalom számára Botka László a balliberális oldal kívója. A másik érdekessége ennek a második kutatásnak az volt, hogy az összefogás esetén elvesznek a szavazók. Tehát az emberek azért választanak egy pártot, mert egy érdeket, a valós és vélt érték preferenciájukat szeretnék látni a politikában. Ahogy történik egy összefogás, legyen az Jobbik-LMP, vagy legyen az egy MSZP-DK együtt, a szavazók elvesznek. Tehát a Jobbik-LMP-nél a Jobbikos szavazók 70%-a menne el, az LMP szavazók szinte 20%-a, egy MSZP-DK együttnél pedig az MSZP-nek a 70, DK 70, és az együtt meg is szűnne ilyen hát akkor, igen, ilyen értelemben mondhatnánk azt nagyon röviden összefoglalva, hogy akkor ilyen értelemben az összefogásnak túl sok haszna akkor nem is lenne. A nép számára igen. Nincs. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm. We'll be right back.